Sziasztok, gyerekek! Örülök, hogy újra látlak titeket, vagy láttok, újra tudok nektek jogát tartani. Amint látjátok, most a Balatonon vagyok, úgyhogy innen fogom közvetíteni nektek. Na gyertek, üljetek egy kényelmes ülésbe, vagy törökülés, vagy sarokülés. Egy dologra nagyon figyeljetek, tudjátok, hogy az aranyszál a hátatokban egyenes. Fejtetővel felfele nyújtózkodj, állandod egy kicsit lefelé, és belégzésre vesztek egy nagy levegőt, és kivégzésre összeestek, mint egy puding. És még egyszer belégzésre nagy levegőt, és kivégzésre leengeded magad, görnyíted a hátadat. Gyertek felétek, fordulok, kezd végre kisütni a nap. Gyertek, mint egy szép virágszál, megnyújtózkodtok még egyszer. Kicsit itt fúj a szél, úgyhogy nyilván el kell dolni jobbra, elfúj a szél. Majd a másik irányba kicsit. Figyeljetek, hogy mindkét fenéket lemaradjon a földön. Megint egy picit, másik irány. És másik irány. Gyertek, nézzük meg, mi van hátul, ott a Balaton, de szép vannak amúgy kacsák is. Megnyújtoztak felfel, a másik kéz hátra. De szépen sütanak. Na gyertek, álljunk fel. Én leveszem a cipőm, de hogyha ti kim vagytok a kertbe, akkor nem muszáj. Én nem szeretem a cipőbe lenni. Megnyújtózunk, lábújhegyen állás, és próbáljunk elérni a napot, és megyünk egy szép nagy kör. Majd ha megvolt a lábújhegyen, akkor sarkonjárás. Figyeljetek, csak a sarok lent, figyeljetek rá, hogy hát egyenes, és nyújtózkodtok fölfele. Szedjünk valami finom gyümölcs, kiérjük ilyenkor az almát. Szedjünk almát a fáról. Majd ha leszedtem minden almát, kicsit beleteszem ide a kosárba. Mit szedjünk még? Szedjünk cseresznyét, macijárást, tudjátok, külső tarpél, és a lábujjak ki beállítjátok, és így megyünk egy kör. Így szedjetek a cseresznyét jó magasztal. Majd, hogyha mindent leszedtünk, betesszük őket egy dobozba, jól üljünk le egyenes, hát a kavargassuk meg őket. Ilyen gyümölcsaláta, alma, cseresznye. Hát majd még gondolkozom, hogy mit lehet hozzá. Gyertek, csináljunk egy, emlékeztek a napüdvözletet, hogy hívjuk elő a napocskát, csináljunk egyet, hogy nehogy elmenjen. Gyertek, felálltok, egyenes hát, nagy levegő, mi a nap? Lehajolsz, hogy a víz is, és szia föld! Kiegyenesíted magad, kis bolsz, látjátok, egyenes a hátam. Majd innen hátra lépek egy ilyen szín, szuper deszkába, úgy. Leengedem magam kobra, és fel tudom lefelé a nézőkutyába. Itt egy picit elidőlni. Majd lépjük előre, vissza vizes, és szia föl. Kis bolc vagyok. És gyertek, szia nap. És arra gondoltam, hogy a mai napon páros jóga gyakorlatokat, vagy ilyen pózokat fogok nektek bemutatni. Fogunk. Egy-kettőt, amit akár lehet otthon anyukával is, vagy hogyha van hasonló magasságú testvér, akkor az még jobb. Az első a sótörő. Megmutatjuk, azt lehet ülve is, és állva is. Állva így kell egymásnak háttal megálltok, sarok összeér, fenék összeér, és finoman összekulcsoljátok a kezeteket, látjátok? Itt. Majd egy kicsit indulok előre, görnyítem a hátam. A Lili az domborít, homorít, majd felemelkedem, majd ődülve, jó, majd vissza. És ezt lehet úgy is csinálni, hogy ne ültök törökülésbe egymásnak háttal. Itt egyébként, anyukáknak mondom, hogy ez jó tipp, hogyha a gyerek térdel, mert akkor ő magasabb, és akkor kb. Egy magasságú vagytok, és úgy meglátható. És húzzam. És akkor még egy verziója van. Ezt, hogy ilyen kis kőpószt veszek fel, általában ez a nagyobb súlyú legyen. De nem tudom, hogy nem fekszeltek. Én így a kőpószt, ezt úgy hívják, hogy egy gyík napozik a kövön.
És a Lili rám fekszik, ide teszi a fenekét, ide a csípőmre teszi a nagy súlyát, vagy a súlya nagyját. Kirángattam. Igen. Aztán a következő póz, az legyen a kávé daráló. Az egyébként egy öröm póz, mindig így szokta körülni a jogába városon. Megfogjuk egymás kezét, megfogjátok itt fent. És elkezdtük forogni, hát az egyik irányba, hármat. Három, majd a másik irányba. Így mi? Nem ilyen pózba. Van még egy, amit nagyon szeretek, ez nagyon látom is tudani. Megállom szembe a Lili. Hát ennek nem tudom mi a neve, valami sas vagy sáska? Mindig megfogja a Lili, hát most tudom az elkézzel, és feladjuk az ellentétes lábat. Figyeljetek el, hogy egyenes a gerinc csípő, előre néz. Jó. És akkor ezt ugye mindig mindkét irányba meg kell csinálni. Nem csináljuk egy oldalas gyakorlatokat. És így. Ez a bizalom meg barátság póz, így hívják. Itt megállt a terpeszbe, a külső talpél összeér. Megfogjátok egymás alkarját. És kidőltök oldalra. Kinyújtod a kezem. Belépök a szörőn. Kölőzte. Hagyd egy gyorsan. És így, mint egy mérleg, így kintázunk. Van még kalicska. Ezt is szintén lehet... lehet úgy, hogy hát mindenképp a nagyobb súlyú legyen, aki tolja a talicskát, és a kisebb legyen a talicska. Szabályosan a talicskát úgy, hogy négy kézlábbal lementek, nincsen levegő a kéz alatt, jó? Semmiképpen levegőt kifújjuk, és így felnyújtom az egyik lábam. Így néz! Szabályosan úgy teszik, hogy először egyik láb, és vissza másik. Ha már itt nem vagyunk a földön, kicsit megfelelődik a hátszak, akkor a baba pózban mindig nagyon jól le lehet nyújtani. Mindig ezt csináljuk egy szuper deszkát. Ezt is lehet mindig a nagyobb súlyú legyen alul, jó? Fölel az egyik szabályos deszkába. És figyeljetek rá, hogy ide a lapockára vagy a derékre, attól függ, hogy ki mekkora, kell a lábbal lépni. Megtapasztalom, hogy a fejebe lesz, hogy föllépek, szóval így elnyomjak, jó? És így. Megkérdez? Megmutatjuk a lévényet, ez nehéz aránylag. Ez a kézzel alatt, hogy felhúzom a lábat. Úgy kell, hogy leültök, én vagyok a fal, ide leülsz, kinyújtod a lábat, és ameddig ér a lába, ott megy el oda, ott az a kis bokor, oda fogja tenni a kezét vissza rá, oda teszed a kezét, és leveszed a kezét. Szép lassan elindul fölfele, lehet neki segíteni. Kicsi ki a lábad. Nem mindig jön a szás, de ez nem baj. Ahol nincs kimutatom, hogy hasonlít a fos. Ennyi, látjátok, milyen szép, és az a lényeg, hogy derékszöget zárd be a láb, meg a felső test. Menjünk végig. Ki nem a műszik össze. Még ezt lehet úgy is fokozni. Én lefelnézek, hogy kevesszük a derekembe. Hát a szépen felső.
Hogy a másik, hogy az egyikünk ilyen hegypószt formál, úgy tudok szépen szabályosan hegybe lemenni. Tudjátok? Napüzsgővel. Jana! Szia, Kolc! Kolc vagyok. Na, kérjétek, hogy szuper lesz. Kába így van meg a jó távolság. Hopp, de da. És így feltolom magam egy ilyen lefele, nézzük itt a hegy. Na, ide kiszor, ide lép. A lábammal? Igen, és ott lesz a kezed, és kézen állsz tudom. Nem, fordítva a folyam felé. Micsoda? Hát, ugyanúgy ilyen pókemberszerűségbe állsz. Itt a csak után, az kocsis hamarosan van. És így állják kézen? Na, itt van a... ott állsz kézen, csak itt a... ide teszed a lába. Igen, hát tudom, hogy igen. Így is felé. Előre tudsz menni. Jó, de akkor van el, hogy jól. Na így, látjátok, ez ilyen vonat. Szerintem tudunk kicsit el. És így, ha nagyon ügyesek, hogy le tudtok kicsit előrébb is jobban. Jó? Bal. Bal. Mára nagyjából ennyit gondoltam, még mutatok egy-két páros játékot. Van egy olyan játék, hogy kinézzük, hogy megjelöljük a... mi ez? A szörvdeszkánk szélét. Itt lesz a szélem, meg itt lesz a szélem. És így felállunk, és így kinézünk. Egy ilyen képzeletbeli sávot, de hogyha van otthon deszk, a szőnyeg, bármilyenvel meg tudjátok jelölni nekem. Egymással szembe állunk, egy kézzel fogjuk, én most is le kell rántani egymást a deszkáról, de csak finoman, ki belelép a vízbe, az veszít. Így esünk bele a vízbe. Na gyere, visszavág a másik oldal. Így. Most akkor még egy ilyen kényelmes kis ülős van. Hüvelykúj csata, hát ezt mindenki ismeri. Összezárjátok egyenes hát, figyeljetek rá. És akkor 1, 2, 3, 4, hüvelykújjam csatába még. És akkor finoman, természetesen le kell nyomni a másik hüvelykújját. És szorosan tartjuk végig. Na. 3 másodpercig, nem vagyok. 1, 2, 3, nyertem. És akkor az óra végén, tudjátok, lefekszetek kényelmesen, háton fekvés, vagy lehet hason fekvés is. Hagyjátok, hogy süssön titeket a nap. Jól esően szétengeditek a kezeteket, lábatokat. Hagyjátok szétesni. Elengeditek a gondolatokat. Csak a legszebb dolgok a gondolatokat, vagy gyönyörű napsütésben. Majd vesztek egy mély levegőt, összeszorítjátok a kezeiteket, lábaitokat, hasatokat, mindent. És egy nagy kilégzés a szájon át kiengeditek. És még egy mély levegő, most csak a felső testeteket, a kézököl, arc, minden beszorítotok. És kilégzésre elengedett. És még egy utolsó mély levegő, most az alsó részt, fenék, láb, lábfej, mindenben van feszítve, és kilégzésre elengedett. És majd csak fekszetek. Hagytok minden ízmet ellazulni. Majd szép lassan elkezditek visszahozni a figyelmeteket.
testetekre, meg a fejetekre. Először úgy, hogy először a lábujjaitokat mozgatjátok meg nagyon finoman. Majd egy kicsit lábfelkörzés. Mindkét irányba egy-két kör. Majd spitz, pipál, spitz, pipál. Nézzen a kézujjaitokat egy kicsit. Kicsit a csuklótokat megkörzitek mindkét irányba. Majd megnyújtózkodtok kezekkel a fal felé, lábakkal lefelé. Egy nagy lássítás. Felhúzzátok a lábaitokat, kidőltök jobb oldalra. Még nincsen kinyitva senkinek a szeme, hanem végig gondoljátok, hogy milyen színű a ruhátok ma. De ez csukott szemmel. Rajtam van egy fehér póló, meg egy ilyen zöldes nadrág. Rajtam a szép lassan. Ki lehet nyitni a szemet, és óvatosan felültek. Törökülésbe. Megnyújtózzuk felfele. És még egy lufit fújunk, jó? Mert olyan jó szél van, hogy biztos elviszi a szél a lufit. Tudjátok, hogy kell lufit fújni? Kell lufit fújni. Beültök, törökülés, egyenes hát. Bekészítettek ide a lufit. Összeszedtek az összes negatívat, ami nem tetszett a héten, a rossz ebédeket, mindent. Vesztek egy nagyon mély levegőt, és elkezditek szép lassan belefújni a lufiba. Aztán akkor a lufi lett, és elengeditek, hogy menjen. Na, fújjunk még egy lufit. Versenyezünk, hogy ki tud nagyobbat. Egy óriási, óriási, óriási lufit. Fújjunk szép, lassan, szájon át, ha gyertek nagy levegő. És elkezdtek. Nagyon nagy lett. Az én lufim amúgy rózsaszín. Ebben már nem jutott olyan... Hát elég jókat adtam a héten igazából, úgyhogy sokkal jó dolog ért engem. Na, nagyon örülök, gyerekek, hogy velünk voltatok, és találkozunk, remélem nem sokára. Sziasztok!